Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Sziasztok! Mi vagyunk a Részúros Banda. Szeretnénk lehúzni a nótátokat a Folkesték sorozat első állomásán, november 7-én. Várjuk a népzenét, néptáncot kedvelőket este 7 órakor a Közösségek Házába. Ti csak gyertek el, a jó hangulatról mi gondoskodunk. Két darú emelte magasba a hatalmas elemeket, mostantól új víztornya van Halasnak. Míg az adóhatóság nevével is csalnak, aki megadja a kért információkat, arra számíthat, hogy lenyújják a pénzét. Yeti járja a tanyavilágot, megérkezett a mezőség új autója, az 5 milliós járműnek még nem integet előre a lakosság, de bizonyára gyorsan megszokják. Új a gázszolgáltató, ezt a csekk melletti levélben tudatják, a fogyasztók nem veszik észre a változást. Köszöntöm Önöket, ma is összegyűjtöttük a NAV friss híreit, tartsanak velünk! Mostantól új víztornya van Halasnak, reggel láttak neki a kertvárosi víztorony felállításának, két daru emelte egymásra három nagy elemet, és belülről szerelték össze a darabokat. Ez a munkafolyamat volt a 14 települést érintő ivóvíz minőségi javító beruházás csúcspontja. Noha hideg volt és esett az eső, sokan figyelemmel kísérték a nem mindennapi látványt. Kopácsolás, óriás daru, nézők az esőben, így kezdődött a halasi víztorony felállítása a kertvárosban. Ez volt a csúcspontja a 14 települést érintő ivóvíz minőségjavító beruházásnak. A víztornyot három nagy elemből szerelték össze, jó pár óraig eltartott a munkafolyamat, de sokan a rossz idő ellenére is figyelemmel kísérték. Nagy beruházás volt, ez biztos, mert ennyi pénzé az országon nem volna más ki, ami ilyen pénz, daruval mindennel felállítva, sok pénz lesz ez majd a Halasnak, de megéri. Nagyon nagyok ezek a gépek, az előbb közelebb merészkedtem, megláttam, elkezdtem szédülni. S úgy gondolom, hogy nagyon jó, mert az iskola is közelebbről kapja a vizet. Az új víztorony a kertváros iskola mellett kapott helyet, így a diákok is nézték a nem mindennapi eseményt. Nagyon figyeljük, hogy sikerül-e vagy nem, meg eddig is figyeltük. Drukkoltok akkor igen, neki? Igen, igen. Halas mellett Harkakötöny kapott még új víztornyot, több településen pedig felújították a hidroglóbuszokat. A halasi víztorony felállításán két daru is dolgozott, összehangolt munkára volt szükség, a magasba emelt elemeket belülről rögzítették egymáshoz. Az új halasi víztorony 500 köbméteres. Kertvárosi területrész meglehetősen messze van a városközponti víztoronytól, ezért volt szükség arra, hogy ennek a programnak a keretében a kertvároshoz közel is épüljön egy víztorony. Ez gyakorlatilag azt biztosítja, hogy a kertvárosi körvezeték részen, vagy a fő elosztó vezetékekben is kellő legyen a víznyomás. A torony száraz 36 méter magas, ha jól emlékszek, és akkor erre kerül még a fej. A fejben van tulajdonképpen a víztér, és ennek a víznek a térfogata, vagy ennek a víztérfogatnak a súlya az, ami biztosítja a hálózatban a nyomást. Ebben a fejben egy 500 köbméteres víz fér el. A Dél-Alföldön sok területen zajlik ilyen ivóvíz minőségjavító program, mint amilyen nálunk is, és ennek keretében azért az országban több víztornyot állítanak föl ebben az évben, vagy az elmúlt években állítottak föl. Gyakorlatilag ezért is okozott egy kis nehézséget nekünk az, hogy időre elkészüljön a víztorony, hiszen a gyártókapacitás az meglehetősen kihasznált volt. Noha itt az új, a sok éve szolgálatban lévő régi víztorony is megmarad, a szakma halasi típusú víztoronynak emlegeti, mert ez volt az első ilyen konstrukció. Az ivóvíz minőségi javító beruházás a végéhez közeledik. A halasi víztoronyállítás volt az utolsó nagy mozzanat, más ilyen látványos feladat már nem lesz. A
gyakorlatilag látványos mozzanatok már nem fognak történni. A hálózatrekonstrukciók, cserékjavítások, ezek megtörténtek, a telepeken a kezelő épületek elkészültek, ott minimális technológiai szerelés van még hátra. Azt követően tud majd a vízvétel, vízmintavételekre sor kerülni, és hát reményeink szerint nagyon rövid határidőn belül, amikor a népegészségügyi szolgálat átveszi ezeket a vízmintákat, hogy megfelelőnek találja, akkor lehet a vizet hálózatra bocsájtani. A kiskolás ivóvíz minőségjavító programra a Mindennapi Ivóvízünk, Ivóvíz Minőségjavító Önkormányzati Társulás több mint 2,735 millió forint támogatást kap. Ennek 85%-a az Európai Kohéziós Alapból, 15%-a a Magyar Köztársaság költségvetéséből érkezik. A program az új Széchenyi Terv, Környezet és Energia Operatív Program keretében valósul meg. Egy újabb átverés, valószínűleg csalók, a NAV-ra hivatkozva SMS-ben kérnek bankkártya adatokat. Az üzenetben adó visszatérítést helyeznek kilátásba, ha a címzett az interneten keresztül megadja az adatait. A küldött link egy hamis, látszólag adóhivatali felületre visz, amely egy űrlapot dob fel a személyes adatok megadásához. Ám ezt ne tegyék, aki így módon kiadja az adatait, annak számolnia kell azzal, hogy bankkártyájáról pénzt emelhetnek le, figyelmeztet az adóhivatal. Közlésük szerint az adóhivatal ügyfélkapon keresztül, illetve postán, folyószámla kivonaton értesíti az adózókat a többletként megjelenő tételekről. A NAV nem csak figyelmezteti a lakosságot, úgy tudni feljelentést is tesznek. A hétvégén állt szolgálatba a Yeti. A halasi tanyavidéket járja, támogatással jutott hozzá az új mezőrautóhoz az önkormányzat. A régivel már egyre több volt a gond. A lakosság még gyanúsan méregeti az új autót, de bizonyára ezt is gyorsan megszokják. Egy Yeti járja a halasi tanyavilágot, a mezőrök a napokban vették át új járművüket, a hétvégén már ezzel az autóval rótták az utakat, tesztelték, hogy mit tud, hiszen a mindennapi munka során nehéz terepen, az úttalan utakon, a sárban és a homokban is boldogulni kell. Minden saját magától megcsinál, automatikusan kapcsolja az összkereket, szóval van itt egy olyan funkció, egy ilyen lejtmenet funkció, ha azt bekapcsoljuk, akkor egy bizonyos sebességi tartományba tartja az autót, és rakaszt a kereket hajtja, amelyik kapaszkodik. A városvezetők is megnézték az új járművet kint a külterületen, ahol majd ellátja a szolgálatát. Az 5 milliós járműhöz támogatással jutott hozzá az önkormányzat. Azt lehet róla elmondani, hogy egy összkerékhajtású, teljesen új és nagy motorral ellátott autóról van szó, ami reméljük, hogy a következő időszakban szolgálni fogja tudni a mezőrség szolgálatát, és hát segíti őket abban, hogy ezt a szolgálatot minél jobban, minél színvonalasabban lássák el. Az előző gépjármű ugye az egy terepjáró volt, ez reméljük, hogy ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkező gépjármű, és reméljük, hogy megismeri majd ezt is a külterületen élő lakosság, és megszeretik, és ugyanolyan bizalommal fognak fordulni ez az autóhoz, amikor elmegy a környéken, mint tették ezt az előző autóval. A járműhöz egy pályázaton keresztül jutottunk hozzá. Gyakorlatilag a nettó összeg az, amit mi megkaptunk, tehát 5 millió forintnyi támogatást kaptunk ennek az autónak a beszerzéséhez, és az önkormányzatnak az áfa részét kellett mellé tennie. Így mondom, én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó pályázat volt, hiszen egy 20%-os önerővel meg tudtunk valósítani egy ilyen beruházást. A régi megszokott mezőre autó sok mindent megért, jó szolgálatot tett az évek folyamán, de az állapota már nem volt a régi, ezért is volt itt az ideje a cserének. Az új autót még nem ismerik a tanyasiak, így most még gyanakodva nézik, de várhatóan gyorsan megszokják ezt is, és úgy fogadják, mint a régit. Az egy kiváló autó volt, csak hogy 500.000 kilométer van már benne, és a fönntartása bizony már nagyon sokba került. Ugye pénteken érkezett meg ez a jármű, a hétvégén, ha jól tudom, akkor már használatba is vették, a tanyasi lakosság hogyan fogadta? Hát még nem köszöngettek nekünk annyira, mint a másik autóba, de majd megismerik. Szerintem nincs ezzel semmi probléma, hamarosan főcímkézik, ahogy szoktuk, és meg fogják ismerni. Ez egy új autó, kiváló menettulajdonságokkal bír, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt megkaphattuk. Reméljük, hogy jó fogja szolgálni a mi munkánkat.
Már az első nemzeti közműszolgáltatóhoz tartozunk, érkeznek az aktuális gázszámlák, a boríték ugyanaz, mint eddig, ám a csekk mellett van egy kísérő levél, melyben azt közlik, hogy a GDF Suezt, vagyis az eddigi szolgáltatót megvásárolta a magyar állam, a gázszolgáltatást pedig a főgáz látja el. A tájékoztatás szerint a tulajdonosváltás miatt a fogyasztók nem érzékelnek változást, nem módosul a számlázás, a fizetésmódja és az ügyfélszolgálat elérhetősége sem, sőt egy ideig még a szolgáltató eddigi elnevezése is megmarad. A tervek szerint létrehozzák majd az egykapus ügyintézést, ami azt jelenti, hogy a különböző közműszámlákat összevontan lehet kezelni, és az is terv, hogy az ügyeket a kormány ablakoknál is lehessen intézni. Több mint két évtized önzetlen munkáját jutalmazták az Országos Polgárőr Szövetség október 23. alkalmából tartott díszünnepségén 20 egyesület, köztük a Kiskunhalasi Önvédelmi és Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület példamutató tevékenységük elismeréseként az Év Polgárőr Egyesülete címet vehetett át. Az eseményen Juhász László, a halasi csoport elnöke, dr. Túrós András országos elnöktől kapta meg a rangos kitüntetést. Nagyon nagy örömmel fogadtuk. Az egyesületünk 23 éves munkáját ismerték el. Az Év Polgárőr Egyesületet címet kaptuk. Nagyon örültünk neki. Ebből nem osztanak olyan nagyon sokat, úgyhogy nagyon nagy öröm volt számunkra. A 23 év munkáját ismerték, nem az én munkámat ismerték el, az egyesület tagjainak a munkáját ismertük el, vagy ismerték el. Ugye tudjuk azt, hogy ültettük a polgárőr fát, ami országos kezdeményezés lett, és 2000 fát ültettek meddig el az országba. Vannak a ifjúsági polgárőreink, az is Kiskovalasról indult el az a kezdeményezés, az ifjú polgárőr mozgalom, talán ezért is kaptuk. Hát meg a rengeteg, hogy is mondjam, társadalmi munkába töltött óra, amit hát a város érdekében, Kiskovalasnak közrendjének és a közbiztonságának a javítása érdekében teszünk. Itt az ideje az óvatosságnak, csúszósá váltak az utak, romlottak a látási viszonyok, mivel itt az ősz figyelmesebben kell közlekedni. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy az elnyúló féktávok miatt nem árt átvizsgáltatni a fékek és gumik állapotát, de az izzókat is át kell nézni. Ám nem csak a járműveket kell felkészíteni, a gyengébben látó sofőröket arra kérik, menjenek el látásvizsgálatra. Már több éves hagyománya van a Látni és Látszani közlekedés biztonsági kampánynak, melyről a Látni és Látszani internetes oldalon érhetők el a részletesebb információk, de terveink szerint mi is visszatérünk még a témára. Drogprevenció, konfliktuskezelés, bűnmegelőzés. A környezeti nevelés korszerűsítése a Váriban program keretében két napon át előadásokon, bemutatókon vehettek részt a tanulók. A szakemberek felhívták a figyelmet a diszkóbalesetekre. Elmondták, hogyan lehet nemet mondani a drogra és az egyéb bódító szerekre, valamint azt is bemutatták, hogyan lehet kezelni egy családi konfliktust. Ez nem ravasz, mert a ravasz az a róka. Jó, ez elsütő billentyű. Fegyverbemutató, drog és bűnmegelőzés, szituációs gyakorlatok a Váris egészségnapon. A környezeti nevelés korszerűsítése a Váriban című kétnapos projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió szociális alapjának támogatásával valósul meg. Ez egy kétnapos bűnmegelőzési nap itt a Váriban. A tematika az, hogy 5 állomást alakítottunk ki tantermekben. Mindegyik állomáson különböző témákról van szó. Mi például itt most a konfliktus kezeléssel foglalkozunk, de egy pszichológus is tart egy külön előadást. Farkasné Vadrink Zsuzsának is van külön egy terme, illetve fegyvertechnikai bemutatót is láthatnak a fiatalok. Ezek fél órás kis állomások, mindenhova mindig jön egy csoport, mindenkivel mi általában ugyanazt megpróbáljuk lejátszani, de természetesen azért minden gyerek más, minden kis közeg más, mindig azért valami plusz, meg valami pozitív, valami negatív azért adódik. Én azt kérem tőletek, hogy tudom, hogy ez a korosztály is már megkóstolta az alkot, de higgyétek el, nem lesztek nagyobbak annál, hogyha minél többet isztok, és sokkal jobban kiszolgáltatott helyzetbe kerültök. Én azt szeretném, ha nem érde benneteket semmiféle baj, nem érde benneteket semmiféle
olyan dolog, amit elhoztam a filmbe és szeretném megmutatni. Ez egy dokumentumfilm, tulajdonképpen egy megtörtént eset alapján készült, és sajnos, bár most nincs lány az osztályban, nem csak a lányok vannak kitéve a szexuális veszélyeknek, hanem sajnos a fiúk is. Így van, vannak bizonyos körök, akik nem a lányokat pécézik, hanem a fiúkat szokták maguknak kipécézni. A figyelemfelhívó filmek megtekintése mellett a fiatalok szituációs gyakorlatokon is részt vehettek. A forgatókönyv szerint egy szülő-diák vita fajul el a tetlegességig. Végül rendőrt is kell hívni. Ez egy konfliktus kezelő tréning, vagy gyakorlat, vagy találkozás 5 csoporttal, és hát fél órában találkoztunk, vagy találkozunk a gyerekekkel. Gyakorlatilag egy extrém esetet kell megjeleníteniük egy interaktív játékban, aminek a legnehezebb része az, hogy hogyan lehet őket szerepvállalásra bírni. Bemutatjuk, elmondjuk nekik a történetet, és utána bele kell élniük magukat adott szereplő helyzetébe, és ezt megjeleníteni dióhéjban. Az új kertvárosi víztorony felállítását megörökítő fotó lesz a Halasi Tükör szerdán reggel megjelenő legfrissebb számának a címlapján. A témához kapcsolódó hír, hogy a jövőben elektronikusan történik majd a vízórák leolvasása a városban, írja a lap. Bűnügyi híreink között kiemelt helyen szerepel a vád alá helyezett drogkereskedők ügye és a Sóston talált ősztetem sorsa is. Dr. Holman Endre, a nemzetközileg is elismert urológus, a férfi bajokról beszélt, heti portréinkban pedig Szabó Kocsis Dorottya szerepel, aki arról mesélt, miért is szeretne ENSZ küldött lenni. Most pedig röviden összefoglaljuk, mik voltak a nap főbb hírei. Két daru emelte magasba a hatalmas elemeket, mostantól új víztornya van Halasnak. Míg az adóhatóság nevével is csalnak, aki megadja a kért információkat, arra számíthat, hogy lenyújják a pénzét. Yeti járja a tanyavilágot, megérkezett a mezőrség új autója, az 5 milliós járművek még nem integet előre a lakosság, de bizonyára gyorsan megszokják. Új a gázszolgáltató, ezt a csekk melletti levélben tudatják, a fogyasztók nem veszik észre a változást. A folytatásban jön az időjárás jelentés, majd a napi mozaik. Ebben ma Kardos Zsolt harmonika estjéről mutatunk felvételeket. 7:30-tól pedig sportműsorral jelentkezünk. Jáger Levente már itt van a stúdióban. Szia, milyen témákkal várod a nézőket? Szervusz Erika, jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Ma este ki fog derülni, hogy mennyire gyűlt meg a baja a bajai focistáknak, a halasi focistákkal, hiszen itt játszottak a hétvégén a bajaiak egy mérkőzést. Ezen kívül ellátogattunk a kiskunhalasi UKSC idegenbeli mérkőzésére, mégpedig a listavezető Kiskunfélegyháza otthonába. Évet zártak a lovasok, mégpedig kiváló halasi eredmények születtek a megyei döntőben, és a hétvégén nálunk járt a Ferencváros utánpótlás labdarúgó csapata. Ennek kapcsán érkezik hozzánk, a Kölyök Ligáról fogunk beszélgetni Vinci Attila vezetőedzővel, a Szilárdi RFC-től. Azt gondolom, hogy érdemes lesz ma este is velünk tartani. Tartsanak velünk, 7:30-tól várom önöket. Köszönöm, Levente, a tartalomismertetőt. Önöknek pedig már a köszönöm a figyelmet, de ne feledjék, holnap este 7 órakor. Újra jövünk majd a friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!